Az egyik alkalommal az Ötvös Klubban, az egyetem Ötvös Klubjában összeismerkedtem egy Bódi Gábor nevű fiúval. Ő német filozófia szakos volt, és egy pillanat alatt olyan barátságot kötöttünk, ami körülbelül 2 évig tartott. Kérdezte, hogy írok-e, és én azt hazudtam neki, hogy igen, mert ő megmutatta a gépelt novelláit, amiket én csodálatosnak tartottam. És aztán aztán mondtam, hogy igen, írok, csak még össze kell szednem, meg át kell gondolnom, hogy mit adok oda, meg mit tudom én. Kérek néhány napot, jó. És megbeszéltük, ez hét elején nap volt, hogy szombaton találkozunk legközelebb. Gyorsan leírtam 2 novellát egy füzetbe. Az Astoria aluljáróba találkoztunk, ő elolvasta, és azt mondta, hogy nagyszerűek. Kiderült, hogy nem véletlenül találkozunk éppen szombaton is éppen akkor, mert akkor gyűlik össze egy társaság a Bródy Sándor utcában. Ezek szokták olyankor megmutatni egymásnak a novelket, és elvinne engem, mint fölfedezettet a Bódi. Elolvasták a novelláimat, összedugták a fejüket fölötte, és azt mondták, hogy ők még életükben ilyen jót nem olvastak, nem pont így, de azt mondták, nagyon-nagyon jó. Nagyon-nagyon jó, és így íróvá lettem avatva. Ez volt az a társaság, amelyiknek a tagjai az úgynevezett vonatkoztatási csoportommá váltak, és ők mondták azt nekem, hogy nem szabad megjelennünk nyomtatásba, mert az megalkuvás lenne a mostani megalkuvó irodalomban, hanem mi magunk terjesszük szamizdat formájában, gépeljük le, és így terjesszük a novelláinkat. Aki nem, ezt, nem így fogalmaztak, de a lényeg ez volt, hogy aki megjelenik nyomtatásba, az áruló. Az említett lányjal, akivel jártam akkoriban, szakítottunk, és ez annyira kikészített engem, hogy összeszedjem magam, leültem és írtam 2 novellát. Ezek már hosszabbak voltak, fölolvasgattam itt ott klubokba, meg ilyesmi, és akkor a hátam mögött beadták a Magvetőkönyvkiadóhoz, akkor fiatal induló íróknak gyűjtöttek egy antológiát, mert kiderült, hogy a korabeli írószövetségnek a legfiatalabb tagja Csurka István, aki 40 éves volt akkor, és ő a KIS-titkár ott. És aztán így indult el tulajdonképpen az én írói pályafutásom, mert ott az az elfogadó szerkesztő Sik Csaba az azt kérdezte tőlem, hogy van-e más novellám ezen a kettőn kívül, és én azt hazudtam megint, hogy van, csak még egy kicsit dolgoznom kell rajta. Azt mondta, jó, mert egy kötetet is szeretnének kiadni, nem csak az antológiába közölni engem tőlem, mert én kiváló tehetség vagyok. És akkor hazamentem, még tartott a szerelmi bánatom, és emlékszem, hogy lefeküdtem az ágyra, nem volt senki a Népszínház utcai lakásba, és aludtam 3 órát. Majd fölébredtem, és elkezdtem írni újabb novellát, és adtam az édesanyámnak, hogy ír, és így szakmányba megírtam a novellákat, de lepleztem a társaim előtt, hogy én publikációt ígértek nekem, és én publikációra török. Szégyeltem magam. De valami megmaradt belőlem, külön abból a társaságból, akik azt mondták, hogy ne közölj. Különösen egy ember, akit nem szabad kihagynom az életemből, egy Ajtony Árpád nevű író, aki fölöttem több évvel járó bölcsész volt, és nagyszerű novellákat írt. Ő volt az én igazi mesterem. Ő olvasta el először a novelláimat, és ő biztatott engem. Előfordul, hogy néha, hogy álmodok vele, ma is. 69-ben jelent meg ez az antológia, és 70-ben az én első novellás kötetem, a Svéd király címmel, amit a belső zsebemben hordtam, hogy megmutassam annak, akit érdekel. Itt egy nagyon fontos dolog történt még az életemben, hogy a szerkesztő azt mondta, hogy nem publikálhatok Rozner Géza néven, Petőfi is Petrovics volt, és magyarosította a nevét, magyar író, magyar néven. Emlékszem erre, azt mondtam, hogy Vetró jó lesz? Azt mondta, jó. Mondom, de hát az sem magyar név. Azt mondta, de az magyar. Jó, rendben van. Értettem, hogy miről van szó, ismerve a történelmet. És mondom, akkor legyen Bereményi. És így lettem Bereményi. La 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 la